Az épületbe lépve az 1920-as évek hangulatát érezhetik át az ideérkezők. A villa teljes átalakításával látogatható lesz egy korabeli bútorokkal berendezett dolgozószoba, egy szalon, egy női szoba, valamint egy könyvtár. A padlástér megújításával egy minden igényt kielégítő alkotóműhelyt is kialakítottak a szakmai közönség részére. A kert megújításával, az új kerítéssel a villa impozáns összképet nyújt. Az átadó ünnepségen részt vett Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkára is, aki elmondta, a Bencs Villa a megyeszékhely egyik ikonikus épülete, ami nagy lehetőségeket rejt magában. A Bencs Villát senkinek nem kell bemutatni, aki nyíregyházi, és hogyha mondjuk az országból bárhonnan ideérkeznek látogatók, akkor első, hogy ezt meg kell nézni. Úgyhogy ugye 1927-ben épült, és azóta is már a város birtokba vette jó pár évtizede. És ugye az állapota olyan volt az elmúlt időszakban, hogy nem tudtuk úgymond használni, ami az értékét, az, hogy Nyíregyháza egyik kincses doboza, úgy is lehet mondani, tudjuk a művészetnek, a kultúrának, az irodalomnak átadni. Úgyhogy az is nagyon nagy öröm számomra, hogy a Nyíregyházi Színház az üzemeltetője, és ez is garancia arra, hogy megfelelő kezekben a kultúrának átadva a hagyományokat tudjuk szolgálni. Az épület, amely pályázati forrásoknak köszönhetően újult meg, külső megjelenésében teljességgel megőrizte az eredeti formáját. Belső tereiben pedig korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű anyagokkal, technikákkal. Ez egy Európai Uniós, úgynevezett topos területfejlesztés operatív program forrás, amit a város 29,6 milliárd forintba a kormánytól megkapott, és azt töltöttük fel rengeteg projekttel, hát ez az egyik, 290 millió forint volt az összköltség, de hát igazából az ötlet, a projekt az úgy 4 évvel ezelőtt kezdődött, amikor ugye már beindítottuk azt a kulturális, civil programsorozatot, ami ide vonzotta az embereket, nagyon népszerű lett a Bencs Villa a régi, ma már esztrát azt mondanak méltatlan formájában is, és nagyon örülök, hogy ez elkészült. A Móricz Zsigmond Színház üzemelteti majd az intézményt, ahol igényes programokkal várják a közönséget. Szeretném a színházat egy kicsit közelebb hozni a Bencs Villához. Éppen ezért rengeteg színházi programmal, irodalmi esttel, miniprodukciókkal, zenés estekkel, esetleg beszélgetésekkel, tehát ahogy a megnyitón is egy színházi témájú beszélgetés lesz, Vigyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója lesz a vendégünk, de a jövőben is szeretnék színészeket, rendezőket, színházi embereket meghívni. A hivatalos átadó ünnepséget követően a közönség beszélgetést hallhatott a Bencs család leszármazottaival, valamint Vigyánszky Attilával, a Nemzeti Színház vezérigazgatójával, és felléptek a Nemzeti Színház művészei is. A Vidor Fesztivál ideje alatt már irodalmi programok várják az érdeklődőket a Bencs Villában.